de próbáld. Mi pace tu,
hogy minek már. Azokat majd fog. Az egyik szólal.
nostra premisse. Tisztelt vendégeink! Ünnepségünk zavartalan lefolyása érdekében kérünk mindenkit, hogy foglalja el a számára kijelölt ülőhelyet, és tartsa be az érvényben lévő egészségügyi szabályokat a koronavírus fertőzés megelőzésének érdekében, és az egész ünnepség alatt helyesen viselje a maszkot. Juventutem, post forestam senectutem.
Tisztelt egybegyűltek, kedves ünneplők! Vad Márta igazgatóasszony és Csobotárjú Éva igazgatóhelyettes asszony nevében szeretettel köszöntöm az Ady Endre Elméleti Liceum mai pirosbetűs ünnepén az 5-12. Osztály 128 diákját, osztályfőnökeiket, a pedagógusokat, családtagokat, hozzátartozókat, a sajtóképviselőit. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm vendégeinket, Szabó József, önkormányzati képviselő, a Fejlesztési Minisztérium kabinetfőnökét, Csűri Istvánt, a Királyhágó melléki református egyházkerület püspökét, Dézsi Enikőt, az iskola szülőbizottságának elnökét. Mindenek előtt felkérem Vad Márta igazgatóasszonyt, tartsa meg ünnepi beszédét. Kedves végzős diákok, tisztelt vendégeink! Nézem a fehér papírt, kavarognak a gondolataim. Üzenni okosat, szépet, mit lehet ebben a megváltozott világban? Legyen ünnepélyes, méltóságteljes, ugyanakkor tartalmas, frappáns, és még sorolhatnám. De főleg rövid legyen, ugye jól hallom a gondolataitokat, kedves diákok. A 9. osztály úgy indult, hogy mi, tanárok, tanítottunk benneteket, majd jött az elmúlt egy év, és erre rácáfolt. Mert együtt tanultunk, tanár és diák, és szülő. Együtt, de csak virtuálisan. Ti vagytok az a generáció, aki együtt tanult, együtt szenvedett tanáraival, az online világ fogságában. S ti vagytok azok, akiknek újra megadatott, még ha korlátozott körülmények között is, a búcsúztatás, szerenádok, ballagás lehetősége. Éneketektől zengett az iskola az elmúlt napokban, s bevallom, sokan elmorsoltunk örömünkben egy-egy könycseppet a szemünk sarkában, a folyosó végén, hallva, hogy újra fölhangzott a Gaudeamus, újra zengett a gitár, s újra az elkeért órák, a közösség megélése, az együttlét volt a középpontban. Ma mindenki beletesz a tarisznyátokba valamit. Én azt szeretném, ha megértenétek. Fiatalon kellett megtapasztaljátok a bezártságot, az egymástól való elszakítottságot, az online együttlét falcs valóságát. S ha mérlegre teszitek ezt, csak az elmúlt hetekkel, azok pörgő történéseivel egy dolog bizton állítható. A tárgyi tudás elmaradása pótolható, idő és akarat kérdése. De az együttlét, a közösen átélt percek, élmények, dalok és csínytevések nem pótolhatóak. Most ez. Ennyi adatot az elmúlt 4 hét, ami messze többet nyújtott az elmúlt 1 évnél. Pótolhatatlant. És ez a tietek. Örüljetek neki, s tanuljatok belőle örök életre. A közösen megélt pillanatot nem pótolhatja semmi sem. Éljetek, érezzetek, mosolyogjatok egymásra, beszélgessetek nagyokat, szánjatok időt egymásra, szeretteitekre. Együtt, élőben, kihasználva minden pillanatot és lehetőséget. Remélem, hogy az elmúlt 4 év tanításai mellett sikerült olyan rugalmasságot is tölteni a tarisznyátokba, ami az egyik leghasznosabb fegyveretek lesz. Változó, sokszor korlátokat felmutató világunkban becsüljétek meg a pillanatot, éljétek azt meg, akkor, amikor lehet, és legyen ez együtt, szeretetben a ti elszavatok.
Kívánom, hogy utatok során többé ne kelljen újra ilyen mértékű korlátokkal találkozzatok. És minden érettségi találkozótok élőben legyen megtartva. Együtt tudjátok megélni a pillanatot. A Jóisten vezessen utatokon benneteket, és találjatok mindig vissza hozzánk, a jó öreg régi iskolátokba. Az Alma Mater mindig visszavár. Köszönöm szépen. A továbbiakban meghívottaink fogalmazzák meg ünnepi gondolataikat. Elsőként Szabó József, önkormányzati képviselő, a Fejlesztési Minisztérium kabinet főnökét kérem, hogy szóljon az egybegyűltekhez. Tisztelt meghívottak, tisztelt szülők, de talán a leginkább kihangsúlyozandó tisztelt végzős diákok. Voltad is diákként, biztos már nagyon sokan beszéltek ennél a mikrofonnál, és régi emlékekből táplálkozva igyekeztek kihangsúlyozni azt, hogy mennyire fontos volt Adisnak lenni. Én azt gondolom, hogy ezzel a végzős diákok már most tisztában vannak, de ahogy múlnak, telnek az évek, biztos vagyok benne, hogy minden régi emlék még szebb, még értékesebb lesz számotokra. Azt gondolom, hogy Adisnak lenni az igazi megtiszteltetés. Ez egy olyan érték, amelyet tovább vinni az életbe érdemes, továbbadni majd gyermekeiteknek, unokáitaknak fontos. Az iskola intézményileg is, de épületileg is egy nagyon fontos helyen található a nagyváradi Bihar megyei magyar társadalom életében. Ezt azért emelem ki fontosan, mert hosszú évek munkája révén most talán be tudjuk indítani azt a rehabilitációs munkálatot, melynek köszönhetően megőrizve a régi varázsát az épületnek, fel kell újítani azt, hogy modern körülményeket is tudjon biztosítani a benneteket követő diákok számára. Éppen ezért mind a Cseke Attila fejlesztési miniszter, mind az RMDSZ részéről azt tudom kívánni nektek, hogy következő ballagások során már tapasztalható legyen, és szemmel látható is legyen a változás. A családtagoknak és a szülőknek is szeretnék üzenni egy apró gondolatot. Én úgy gondolom, hogy az a sok nehézség, amin átesett a család pandémia idején is, számos szervezői feladatot kellett megoldani, és talán a még nehezebb rész most következik, mikor a gyermekek tovább mennek, tovább készülnek, tovább tanulnak. Higgyék el, minden áldozat megérte. Higgyék el, ezek azok a pillanatok, amelyek örökre megmaradnak a gyermekeik fejében. Higgyék el, Adisnak lenni igazán vagány dolog. Köszönöm, hogy meghallgattak. Felkérem Csűri Istvánt, a Királyhágó melléki református egyházkerület püspökét, fogalmazza meg ünnepi gondolatait. Végzős diákok, tanári kar, szülők, keresztszülők, nagyszülők, ünneplő gyülekezet. Mai napra biztos kijut a jó kívánságok sokasága. Lehet már meg is fogalmazódott az, mennyire jó lenne félretenni a hétköznapokra belőlük, hogy legalább naponként egy jusson az ember számára. Ilyen jó kívánsággal érkezem én is, a mai ige gondolatát hozva, és szeretném azt a szívetekbe mélyen beleírni, azért, hogy amikor elindultok ezen az úton, amely előttetek van, akkor mindig gondolhassatok arra, hogy az Úr soha nem akar benneteket magatokra hagyni. Sőt,
mindig úgy bíztat, mindig olyan erőket fog számotokra előkészíteni, amelyre nem csak szükség van, hanem amely erők ott lesznek utatokon. Pál apostol Aténból megy Korintusba, az ógörög kultúrából Korintusba, ahol a világ válsága, a világ eszmélyiségének zagyvasága az eluralkodott mindenek felett. 21. század. Görög kultúra már hol van? A világ zagyvasága megmaradt. Az Istent keresőknek úgy néz ki, mintha szűkülne a köre. Éppen ezért vannak elkeseredett gondolatok. És ekkor Pál apostol hallja a mennyei szózatot, amely így hangzik, de te ne félj, veled vagyok. Ebben a városban sok ember van veled. Kedves testvéreim, kedves fiatalok, nektek mondom elsősorban, ti ne féljetek. Van egy olyan világ, amelyben kultúrák válságban vannak. Vannak olyan helyzetek, amikor a szubkultúrák fölnőni látszanak. Jelenkeznek kultúragyilkosok. Vannak olyan helyzetek, amikor eszmék próbálják elcsavarni a józan észt, sőt, még a Szentírást is megcsorbítani és meghamisítani. De ti ne féljetek. Azért ne féljetek, mert az az Isten, aki az életet adta, az önmagát elkötelezte mellettetek. Igaz, ennek van egy feltétele is, hogy ezt az elkötelezettséget azt észlelni tudjátok, és hogy az kísérjen. Mégpedig az, hogy Isten akaratának engedelmeskedni kell. Figyeljétek nagyon jól azt, ahogy ez az akarat közeletekbe jön. Lesz, amikor egyszerű, baráti hangon. Lesz akkor, amikor olyan helyzetben, amikor egy nagyobb közösségből megszólal valaki. Lesznek olyan hangok, amelyekben ott van az Isten szava és akarata, és hallgassátok, és kövessétek azt. Azért, mert a ti feladatotok az, hogy Nagyváradon, ahol reménység szerint Istennek sok embere van, még több legyen, veletek együtt. Sokan kell legyünk. Azért, hogy a kultúrákat ne hamisítsák, azért, hogy kultúragyilkosok ne legyenek, azért, hogy tudjuk és érezzük még mindig az, ami józanul követhető, ami boldogságot és örömöt hoz számotokra is. Adja az Isten nektek és tieiteknek ezt a felülről jövő örömöt és boldogságot. Így tartson meg bennünket valamennyien veletek együtt. Köszönöm, hogy meghallgattatok. A római katolikus egyházmegye életében egy jelentős esemény, diakónus szentelés zajlik, ezért mi tolmácsoljuk jó kívánságainkat ballagóink felé. Dézs Jenikő, leköszönő szülőbizottsági elnökasszonyt kérem, hogy szóljon az ünneplőkhöz. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm vendégeinket, a végzős tanulókat, az őket ballagtató osztályfőnököket, a gyermekeikre büszke szülőket és minden kedves hozzátartozót, aki az online térben követ minket. A ballagás egy évek óta kialakult forgatókönyv, hagyomány, kisebb-nagyobb gyakorisággal fölbukkanó nagybetűs életszablonok, de közben mégis minden évben egyedivé és sajátossá válik az alkalom, ha az ember azoknak az arcát nézi, akikért az egész van, akikről az egész szól, a ballagókét. A ballagási beszéd ugyanolyan fontos, mint a ballagási dalok. És ha nem akarjuk, hogy közhelyes legyen, ha igazán személyes hangvételűt szeretnénk mondani, akkor bizony egyáltalán nincsen könnyű dolgunk. A beszédek sorában van, aki megmarad a kötelező köröknél, van, akinek azon túl is van mondani valója. Ezek a beszédek leginkább keserédesek, hiszen egyfelől az elmúlt diákévek sikereit méltatják, másfelől az egyetemi felnőtt lét bizonytalanságát és kiszámíthatóságát is magában hordozza.
A gimnáziumi évek során kialakult szorosabb, érettebb barátságok esetleges szétszakadása sokkal fájdalmasabb, mint az óvoda vagy az általános iskola esetében. Emiatt a gimnáziumi ballagási beszédek sokkal szívhez szólóbbak, és sokkal gyakrabban varázsolnak könnyeket a szemekbe. Kedves végzős fiatalok, mit lehet még ilyenkor mondani? Hiszen már mindent elmondtunk és megtettünk az évek során. Tanáraitok és szüleitek gondoskodó szeretete, fáradtságos munkája, bíztatása, odaadása, áldozatkészsége vezetett az úton titeket idáig. Mégis, mint egy fontos vizsga előtti utolsó órában úgy érezzük, hogy még mindig kell, és még mindig lehet tenni valamit, ha tökéletes munkát szeretnénk végezni, hiszen ti vagytok a mi életünk főművei, a mi féltve őrzött kincseink, akik életük egyik legfontosabb lépése előtt állnak, és mert mi már tapasztalatból tudjuk, hogy a világ, ami rátok vár, ahová most megteszitek az első lépést, az nem a vágyaink kivetülése, hanem saját szabályokkal rendelkező, tőlünk nagyjából független játéktér, ahol fel kell adni a gyermek idilli világának elképzeléseit, ahol fel kell adni az ellátási igényeket, ahol fel kell tudni becsülni a saját cselekedetek következményeit, ahol vállalni kell a felelősséget önmagunkért és másokért, ahol fel kell adni a másokra hárítás és passzivitást, és ahol kötelezően jönnek majd a kudarcok és csalódások is, és ez nem könnyű. A következő napokban sor kerül az első próbatételre, az érettségi vizsgára. Az eddigi évek tapasztalatai alapján jó eredmények várhatók, és várhatóan eredményes felvételi tesztek különböző egyetemekre. De akárhogy is alakul, rátok egy nagy feladat vár, az élet. Én azt kívánom nektek, hogy legyen erőtök akkor is szeretni, amikor úgy érzitek, csak ti adtok. Hogy legyen erőtök akkor is mosolyogni, amikor úgy érzitek, a fogatok törik bele. Hogy akkor is kitartsatok, amikor nincs kedvetek. És ne zavarjon, ha nagyok a problémáitok, mert erősek vagytok, és elbírjátok őket. Mert aki erős, felemelhet embereket, és ezáltal még jobban megerősödik. Kívánom, hogy legyen erőtök félretenni a büszkeségeteket, ha valakinek szüksége van rátok, de legyen erőtök megmondani, mit éreztek, akkor is, ha nehéz őszintén kimondani. Kívánok nektek türelmet. Türelmet, hogy meg tudjatok hallgatni másokat, és hogy meg tudjatok bocsájtani annak, aki nem tud nektek. Hogy fáradtan is tudjatok szeretettel, megértően beszélni azzal, akinek szüksége van rá. Kívánok nektek bölcsességet, hogy tudjatok különbséget tenni, hogy mikor kaptátok azért az akadályt, hogy megküzdjetek vele, és mikor azért, hogy kikerüljétek, és más utat választatok. Hogy felismerjétek a mindennapok szépségét, és ne a tragédiák döbbentsenek rá. Hogy meglássátok a szeretet fontosságát és szükségességét az életben. Bölcsességet, hogy ne akarjatok tökéletesek lenni. Csak törekedjetek a legjobbra. Hiszen soha nem leszünk tökéletesek, maximum frusztráljuk magunkat a gondolattal. Ellenben a legjobbra törekvés újabb és újabb sikereket, majd célokat eredményez. És ez maga a haladás. Kívánom, hogy az aprólékos sziszifuszi hétköznapokban lássátok meg a holnap nagyságát és a nagy célok építőkockáit. Végül pedig kívánok nektek egy mosolyt az arcotokra, hiszen ha mindezt meg tudnánk tenni, akkor már rég az angyalok soraiba tartoznánk. Ám kívánom, hogy megtapasztaljátok, a teremtés attól válik tökéletessé, hogy ismertek a hibáink és számolnak a tökéletlenségünkkel. És nem utolsó sorban kívánok az előttetek álló még ismeretlen, néha félelmetes, de csodálatos világhoz jó egészséget, kitartást, és legyetek boldogok. Kezdjetek el élni. Köszönöm. A 11-es diákok nevében Szakács Ágnes búcsúztatja a ballagókat. Nos, hát itt vagyunk.
Nem gondoltátok, hogy ez a nap eljön, ugye? Talán még itt, egymás mellett ülve, már a századik Gaudeamus után sem hiszitek el, hogy tényleg vége. Utolsó nap, ami igazából már csak arra szolgál, hogy egymásra nézzetek és eltűnődjetek, hogy most komolyan, tényleg felnőttünk. Lehet, ti észre se vettétek a sok változást magatokon, de mi, a kicsik, mindig megjegyeztük, bármi is történt veletek. Megjegyeztük, hogy ha levágtátok a hajatokat, új stílust vettetek fel, valami hihetetlen dolgot értetek el, de azt is, hogyha csak kedvesen megtartottátok nekünk az ajtót. Sajnos ez az utolsó évben egy kicsit, vagy talán egy kicsit többet, tényleg máshogy alakult. Én pedig nem tudlak titeket úgy elbúcsúztatni, hogy ezt ne hozzam szóba. Mert ne higgyétek azt, hogy nem voltunk veletek ott, legalább ez alatt az állapot alatt is. Nap mint nap töprengünk rajtatok egy éve, és reméltük, hogy legalább így az utolsó stádiumban egy rendes búcsút kaptok. És nézzetek körbe! Több mint egy év bizonytalanság után itt ültök azok között az emberek között, akik végignézték, ahogy nap mint nap veszitek az akadályokat, hogy eljussatok egy olyan pontra, amikor már csak egy utolsót integettek nekünk, és szabad kezet kaptok az élettől. De persze nektek nem csak ez az egy évetek volt arra, hogy elérjetek mindent, amit ez a labirintus nyújtani tudott, hanem sokkal több. Kinek 4, kinek pedig 8 év. És ezt kérlek, ne felejtsétek el. Nem csak azt, amit ez az iskola nyújtani tudott, hanem azt, amit ti ezekből kiválasztottatok, hogy átéljetek. Ti, akik cseresznyétől már az összes könyvet kívülről fújjátok, őrizzétek meg magatokban a hajnali órákat, amikor még mindig nem tudtátok letenni a könyveket, és rájöttetek, hogy hát igen, Cseri még mindig kiismert minket már a köszönés pillanatában. Ti, akik viszont a Moszkva asztalét ismeritek pont ugyanilyen jól, maradjatok ugyanilyen leleményesek, ami ahhoz kellett, hogy kilógjatok a portán. Higgyétek el, szükségetek lesz rá ezután is. Ti, akik az összes sporteseményen ott voltatok, mint szurkoló, vagy mint éljátékos, ne veszítsétek el a kitartást. Ezután sem lehet majd feladni a dolgokat, akkor sem, hogyha a tanárok, vagy később a főnökök rúgnak majd nektek egy-két gólt. Ti, akiknek ez alatt az idő alatt a hangszer ott ragadt a kezükben, ha majd sok év távlatából egyszer-egyszer egy olyan dalt játszotok, amihez diák emlék köthető, kérlek csak a jókat őrizzétek, a többit hagyjátok, hadd mossa ki belőletek a zene. Voltak itt még íróink, programozóink, zaphegyezőseink, DT-seink, létrásaink, robotikásaink, vitaköröseink. Olyanok, akik mindig is kitartottak mások mellett, ha baj volt, egyedül szólaltak fel. Mások, akiknek fogalmuk sem volt, hogyan kell egymást vigasztalni, de megpróbáltak legalább egy kicsit javítani a helyzeten. Olyanok, akik sose voltak kicsapongóak, esetleg csak csendes megfigyelők, pedig lehet, titkon arra vágytak, hogy csak egy kicsit ők is lehessenek bolondok. És voltak megint mások, akik ezt észrevették, majd igyekeztek ennek a kívánságnak egy kicsit helyet adni. De igazából én ezt nem tudhatom. Mi nem tudhatjuk. Ti kell eldöntsétek, igaz-e ez egyáltalán, és hogyha igen, akkor kire. Ti voltatok ott egymásnak minden percben, és ez az utolsó 4 év is a tietek volt. Minden inside joke-kal, minden kínos szituval, minden nevetéssel, minden drámával és minden könnyel. És mi ezeket sose fogjuk megérteni. Esetleg csak egy picikét közé látni. Abból pedig, amit mi láttunk, csak 10 dolgot mondhatok el. Szóval számolunk 10-től vissza, mire végzünk, kezdődik már az élet, amire mindig vágytál. Isten hozzátok, viszontlátásra, mindenkit puszilok, csá! 10, hogy semmit sem bántok. 9, hogy szerettetek már. 8, hogy ennek most vége. És 7, hogy egy picikét fájtsak. 6, hogy itt sok mindent megéltetek. 5, hogy egy korszak lezárul. De 4, hogy ebben nem fogtok belehalni. 3, hogy ez már többé nem lesz ugyanolyan. 2, hogy mi nélkületek maradunk már itt. És azt, hogy egyetlen szomorúságotok, hogy most minden nagyon szép, és minden nagyon jó. Nos, hát itt vagyunk. Remélem, most már elhiszitek, hogy tényleg eljött ez a nap. Ugye?
A 12-esek nevében Drögán Anna búcsúzik az itt maradóktól. Kedves tanárok, szülők, résztvevők, kedves mindenki! A 2017-2021-es évfolyam búcsúzkodik. Búcsúzunk az iskolánk falaitól, melyek annyi mindent hallottak, de semmit sem mondtak tovább. Az osztálytablóktól a folyosón, melyeket mától másképp fogunk látni. Búcsúzunk a szakköröktől és laboroktól, a lyukaktól, amiket mi fúrtunk a székbe, a megfáradt ajtóktól, melyek fellángolásaink emlékét őrzik, hisz annyiszor csaptuk be őket idegesen. Búcsúzunk a tanárainktól és osztálytársainktól, úgy, ahogy eddig láttuk őket, mert mostantól ismerősök vagyunk. Búcsúzunk büszkeségünk egy darabjától, mert már nem kérdik meg, hova járunk suliba. Hiányozni fog, hogy a pletykák ellenére mindig kihúzott háttal és szájunk sarkában mosolyjal mondtuk, hogy Adiba. Mert ez az egyszerű név nagy erővel bír, azért, mert mindenki hallotta, mi lehet itt, de csak mi tudjuk igazán. Az iskolánk titkait magunkkal visszük, mert a titokzatosság is része az adisok számos iratlan szabályának. Nem mindig rossz az, ha az ember maga mögött hagy valamit. Búcsúzunk egy újfajta tanévtől. Búcsúzunk, de nem felejtünk. Csupán az vigasztal, hogy amit itt hagyunk magunkból, az jó kezekben van. Ezennel köszönjük mindenkinek, aki azzá tett, akik most vagyunk. Azoknak, akiket nem is szükséges néven szólítani, mert érzik, hogy róluk van szó. Aki úgy fogadott órára, hogy sziasztok csillagbogaraim. Aki minden Mikuláskor, karácsonykor, Valentin napkor játékokkal készült, és nem engedte, hogy elfelejtsük, milyen versengő gyerekeknek lenni. Köszönjük az, aki bújt, aki nem nemeket, mert ez azt jelentette, hogy gatyákat felhúzni felmérő. Köszönjük a haig állt krétákat, mert nem csak a célzottat ébresztették fel. Köszönjük annak, aki külföldre merészkedett velünk. Annak, aki magic déjekkel szánta meg a fáradt bandát, aki naponta benyitott, hogy szevasztok, van hiányzó, legalább fél percre elhalkította a tanárokat, aki minden átlátszó embert látott és megszólított, és nem engedett könyv nélkül távozni tőle. Mulțumim celor care ne-au arătat că limba universală, cea în care se înțeleg cu adevărat oamenii, nu este una de circulație, ci limbajul înțelegerii și atenția. Mulțumim celei care ne-a împărtășit nenumeratele anecdote numai ca să ne relaxeze mâinile și mintea după mult scris. Köszönjük annak, akitől fegyelmet tanultunk, és azoknak, akik elvállalták, hogy 30 ember hibáit és sikereit képviselik 4 éven keresztül, nem tudva, melyikből lesz több. Köszönjük annak, aki ételt csomagolt, amikor enni is elfelejtettünk a füzetekbe veszve, és nálunk is jobban örült minden apró sikernek, és megmutatta, hogy van miért és kiért folytatni. És köszi egymásnak, mert annyi ideig láthattuk egymás képét maszk nélkül, fertőzésként átadva a hangulatot. Záróul egy sokat mondó Arany vagy Babics idézet helye lenne, de ez az év annyira szokatlan volt, hogy a beszédnek is alkalmazkodnia kell. A legfontosabb, amit tanultunk ebből, a Carpe Diem, élj a mának, mert holnap már más világban ébredhetsz. Az nem szokatlan, hogy a mi korunkban azt érezzük, mindent értünk, és megváltoztathatunk. És lehet most az egyszer, ebben a szokatlan világban tényleg így van. Szóval hajrá, bajtársak! Minden ballagási ünnep felemelő momentuma a kulcsátadás. Iskolán kulcsát
és vele mindazt, amit ez jelképez, az évfolyam első diákok, Árva Norbert, Bede Ákos és Divin Judit adja át a 11-es diákok képviselőinek, Székedi Dávidnak és Péter Pakó Henriettának. Átadjuk iskolán kulcsát, őrizzétek becsülettel mindazt a jó hagyományt, amelyet ez a kulcs jelképez. Átvesszük a kulcsot, és mindannyiunk nevében ígérjük, hogy becsülettel megőrizzük mindazt a jó hagyományt, amelyet ez a kulcs jelképez. A legkiválóbb tanulók díjazása következik. Az évfolyam kimagasló eredményt elért diákjainak igazgatóasszony és igazgatóhelyettes asszony adja át az elismerő okleveleket és a könyvjutalmat. Az évfolyam elsők mellett azok a diákok is igazgatói elismerésben részesülnek, akik példás magatartásukkal, az iskola ügye melletti elkötelezettségükkel, lelkes és másokat lelkesítő, szervező munkájukkal hozzájárultak az iskola jó hírének továbbviteléhez. Ugyanakkor a reprezentatív szülőbizottságban tevékenykedő szülők munkájának méltatása is következik. A mai napnak is eljött az a szertartásos, ünnepi része, amikor értékeljük azokat a diákokat, akik a maguk tehetsége szerint öregbítették iskolánk hírnevét. Barta Bettina, Márton Ágnes, Zagykó Noémi, Cenc Róbert, Dani Sára, Diószegi Réka, Dobrai Mercedes, Halász Dóra, Kór Márk, Léta Júlia, Szűcs Márton, Bakos Dóra, Bíró Tímea, Bugyi Zsófia, Búzási Vivien, Kovács Erika, Lubjáker Dóra, Mátyás Géza, Perei Ágnes, Rist Nóra, Váradi Szilvia, Dézsi Kinga, Gyarmati Tünde, Gyulai Vivien, Kovács Eszter, Külüs Orsolya, Sós Anna, Szűcs Diana, elkötelezett figyelme a kisiskolások iránt az abhegyező programokon. Árva Norbert Ákos, Divin Judit, Bede Ákos, Bíró Tímea, Dragán Anna, Májer Csíkszilárd, magyar, matematika, kémia, fizika, római katolikus vallás versenyeken elért kiváló eredményei. Márton Ágnes és Holló Blanka művészeti versenyeken felmutatott eredményei. Vad Mátyás, Szabó Ádám, Baconi Boglárka, Bugyi Zsófia, Lepi Zsándorottya, Babrik Kinga tánctudása, Baranyi Tünde és Halász Dóra népdal énekeseink kiváló teljesítménye, Tanner Szinti a szép énekhangja, Dragán Anna, Baranyi Tünde, Dézsi Kinga, Márton Ágnes, Krecz Klaudia, Dani Sára, Bíró Tímea, Dimény Andor, Tanner Szinti az iskola újság lendületes szerkesztésében való közreműködése, Balla Dávid, Márton Ágnes, Szebeni Csongor, Holló Blanka, Baranyi Tünde, Kór Márk, Halász Dóra, Dóci Rihárd, Bakos Dóra, Bugyi Zsófia, Szabó Anna, Bíró Tímea, Dézsi Kinga, Kapalai Gergő, Nyíri Stefánia, Váradi Szilvia, Kovács Eszter irodalmi és történelmi műsorokban, versenyekben való jeleskedése. Színjátszóink. Bakos Dóra, Balla Dávid, Baranyi Tünde, Bugyi Zsófia,
Dézsi Kinga, Halász Dóra, Kapalai Gergő, Kórbár, Kovács Eszter, Bárton Ágnes, Szebeni Csongor, Váradi Szilvia, Zagykó Noémi nagyszerű előadásai. Révi Norbert, akire a csengetés és a jó zenék ügyében mindig lehetett számítani. Tüv Zsuzsa, Simon Petra, Bagosi Ákos és Gergely előtt közösségépítő munkája a bentlakásban. Nosz Tamás, Urak József, Vad Mátyás, Szász Csongor, Hegedűs Edina, Balog Vanda, Bánya Henrietta, Werkman Vivien, Kocsis Beatrix, Tanner Szintia, Bugyi Zsófia, Lubiáker Dóra, Váradi Szilvia, Balog József, Fodor Róbert, Bagdán Kristóf és Filep Ákos, iskolánkat képviselő sportteljesítményei, Baconi Boglárka, Bakos Dóra, Bíró Tímea, Bugyi Zsófia, Dragán Anna, Kór Márk, Kovács Eszter, Divin Judit, Léta Júlia, Tarsoly Kincső, Vad Mátyás, az Erasmus projektünkben való lelkes közreműködése, Zsóri Réka, Zagykó Noémi, Kis Viktória, Bíró Tímea, Bakos Dóra, Bugyi Zsófia, Gergely Előd embersége és osztálya iránti elkötelezettsége, segítőkészsége, Baranyi Tünde, Zagykó Noémi, Dragán Anna, Urak József filmklubos tevékenysége, Zagykó Noémi és Baranyi Tünde vitaköri részvétele, mind-mind hozzájárul annak a szellemiségnek a megtartásához és fennmaradásához, amely a bihari magyarságunk megmaradásának első számú feltétele. És ezen ünnepi pillanat része az elmúlt 4 év legjobb eredményeit elérő diákok díjazása. Hogy tehetséges, szorgalmas diákok voltatok? Nagyon büszkén mondom. 128 végzősünk, és közülük az idén a 7-en színtízessel végeztek. Megérdemlik a tapsot. De megérdemlik a tapsot, azok is, akik 9-50 fölötti átlaggal végeztek a 12. osztályban, 78-an. Huszonkilencen 9 és 9-50 közötti átlagot értek el, és 10-8-50 fölötti átlaggal végezték a 12. osztályt. Tanáraik minden szigora mellett. És akkor az elmúlt 4 évet figyelembe véve olyan helyzet állt elő, ami ritka. 3 évfolyam elsőnk van, és szeretném őket egyszerre kiszólítani, ha megtetszenek engedni. 1 hölgy és 2 fiatalember, Divin Judit, Árva Norbert és Bede Ákos. Igen. Nagyon büszkék vagyunk rátok. Köszönjük szépen. Egy hajszálnyit lecsúszva, jaj, mert hogy én nem mondtam, hogy ők színtízesek voltak 4 év alatt. Megérdemelnek egy tapsot. Színtízesek mind a 3 tanulónk 4 év alatt. Egy hajszálnyit lecsúszva, az a hölgy, aki 9,99-es 4 éves átlaggal végzett, Bakos Dóra.
teljes voltál, Dóra. És ez az év már csak ilyen, hogy aki évfolyam harmadik lett a 4 éves eredmények alapján, iskolánk fiatal tanuló hölgye, 9,98-as 4 éves átlaggal, Baconi Boglárka. És az évfolyam eredmények mellett mindig vannak olyan tanulók, akikre nagyon büszkék vagyunk. Valami miatt. Vagy a tanulmányai eredményei, vagy azok is hozzájárulnak ahhoz, hogy igazgatói, rendkívül igazgatói elismerésben részesüljenek. Az idén is kiosztunk néhányat közülük. Rendkívül igazgatói elismerésben részesül végzős diákunk, aki az országos és nemzetközi matematika, egyéni és csapat, valamint sportversenyeken elért nagyszerű eredményeivel, osztályfelelősként végzett szervező munkájával iskolánk hírnevét öregbítette, Árva Norbert Ákos. Aki következik, és ugyancsak rendkívül igazgató elismerésben részesül, példamutató szorgalmával, országos és nemzetközi matematika, magyar, egyéni és csapatversenyeken, valamint tájfutásban elért nagyszerű eredményeivel öregbítette iskolánk hírnevét. Divin Judit! Rendkívüli igazgatói elismerésben részesül egy olyan végzős diákunk, aki szerénységével, példamutató szorgalmával, szép irodalmi sikereivel, az iskolaújság működtetésében vállalt szerepével, iskolai rendezvényeink állandó szövegalkotójaként, az osztálytevékenységekben végzett áldozatos munkájával öregbítette iskolánk hírnevét, Dragán Anna Noémi. És rendkívüli igazgató elismerésben részesül az a végzős diákunk, aki nagyon sokoldalú volt, és az iskolai körökön tanúsította ezt, illetve az osztály haladását elősegítette tevékenységével. Zagykó Noémi! Most én jövök.
Középiskolai tanulmányai befejezésével dicséretes, kitartó munkájáért rendkívüli igazgatói elismerésben részesül Gergely Előd, végzős diák, aki szervezőkészségével közösségi formálta a bentlakó diákokat. És a köszönő oklevelek sorát folytatva mindig megköszönjük azoknak a szülőknek az áldozatos munkáját, akik több éven keresztül aktívan mindig ott voltak, ahol kellett. Ott segítettek, ahol kellett, akkor segítettek, amikor szükség volt rájuk. Ők a reprezentatív szülőbizottság tagjai, és csak azokat szoktuk köszönteni, akik, fogalmazzak úgy, hogy búcsút vesznek iskolánktól, mert nincs több kicsi gyermekük itt a közöttünk. Köszönet Újvárosi Erzsébetnek. Kérnénk szépen, jöjjön ki. Szeretnénk megköszönni a munkáját egy másik anyukának, aki nem tudom, hogy itt van-e velünk ma, mert volt egy kis kérdőjel abban, hogy tud vagy nem tud jönni. Szél Gabriellát kérjük szépen jöjjön ki, ha itt van. Igen, értem, hogy jelen pillanatban nem tudott itt lenni, átadjuk akkor nagy köszönettel majd, jó? Az oklevelet és a könyvet. És búcsúzzunk másik anyukától is, aki a reprezentatív szülőbizottság tagjaként ugye képviselte a szülői közösséget, megújuló hittel, kitartással, anyagi erkölcsi támogatással segítette közös ügyünket. Szabó Erika anyukának köszönjük szépen. Azt hiszem, hogy a szél igen, nagymama. Igen, jó. És még egy oklevelünk van annak az anyukának, aki mindig az utolsó sorban állt, mert hajtotta a jó népet előre. Megyünk, csináljuk, szervezzünk, mit kell segíteni, hova kell menni, mit kell elintézni, a mieink, gyerekek. Hallottátok ma a hangját és a gondolatait, szülőként búcsúzik velünk, köszönettel Dézsi Jenikő Ritának. És nem tudom, hogy van-e, aki emlékszik rá, 2 évvel ezelőtt, amikor utoljára ballaktunk, mert ugye a tavalyiaknak sajnos ez elmaradt. Úgy gondoltuk, hogy szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik 4 éven keresztül fáradoztak, és talán a legeslegtöbbet tették egy-egy osztályért. Köszönjük az osztályfőnökök munkáját, ahogy elmondtátok, azt a sok láthatatlan kezet, jót és rosszat, akik vállalták 4 évvel ezelőtt, és végigvitték. Köszönjük szépen 12. A osztály osztályfőnökének, Domján Katalinnak.
Egy férfi ember is van közöttünk. 12. C-osztály osztályfőnöke, Takács Péter tanár úr. Nem könnyű 30 embert egy helyre összefogni. Azt hiszem, ezt nagyon jól alátámaszthatja 12. D-osztály osztályfőnök nője, Kirkósa Enikő tanárnő. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, Enikő. Köszönjük. Köszönjük. Köszönjük szépen. És következik a 12. F-osztály, Schusternek cipője, 12. E-osztály, Puskás Ágnes osztályfőnöknő. És nagyon kedves társaságot, nagyon odaadó osztályt kellett összefognia. Eredményes 4 évet tudhat maga után. Vári Nagy Enikő osztályfőnöknő. 12 F! És akkor úgy gondolom, hogy minden egyes tanárunk, pedagógusunk, minden alkalmazottja az iskolának megérdemli azt az egy nagy tapsot köszönetként az elmúlt 4 évért. Köszönjük szépen! A ballagókat rövid ünnepi műsorral köszöntik az itt maradók. Bíró Bernadett és Trifler Márk, 11 E-osztályos diákok, illetve Marton Dorottya, a 10. C-osztály tanulója. Útravaló. Bátorság, indulj, meg ne torponj, ne kérdezz, hogy a célod hol van, kösd könnyű kendőt, kösd sarut, ki tudja, meddig visz az út. Ha minden lépés élvezet, te mindegy is hová vezet, csak lélegezz, csak lép is ennyi, szívdobogásra menni, menni. Vidd, ami kell, kevés elég, a tűz, a föld, a víz, az ég. Aki ismeri önmagát, útvesztőiből is égre lát. Nem baj, ha körbe-körbe jársz. Aki vár, úgy is rátalálsz. Úgy is rád talál, aki vár, az út kinyit, a pont bezár. A labirintus közepe csalogat, csábít befele. Puha, fészekmeleg, sötét. Ki kit talál meg, az a tét. Indulj, a többit rád hagyom. A táska leng a válladon, az ellensúlyról énekel, miközben lelked égre kell. Itt tart a földön, el ne szállj. Vedd, vidd, vidulj, menj, meg ne állj. Ha messze jut, ha visszafut. Mindig magadhoz visz az út.
nagy a világ, az ég ígér, de van ez a föld, ami a kezünkbe fér. Itt nevet a nap, sugara ránk, rajzol egy pályát a deszka palánk, és a tér, és a nyár, és a fák, az akác, és a kert, és a házból a srác. Te meg én, ugye szét soha nem szakadunk, gyere mondd, hogy a grund mi vagyunk. Álljunk bele, ha kell, bármi jöjjön is el, legyen szabad a grund. Vissük ide ma fel, hogy megmarad ez a hely, vagy egyszer belehalunk. Nagy a világ, és rá se ráncs, hogy erre felé a követ kiveti ránk. Ha közel a vész, nem remeg a szánk, le fogjuk győzni, nekünk ez a hazánk. Ez a pad, ez a fal, ez a pár farakás, ez a dal, ahogy nő, ez a szívdobogás. Ez a jel, innen el, soha nem szakadunk, gyere mondd, hogy a grund mi vagyunk. Álljunk bele, ha kell, bármi jöjjön is el, legyen szabad a grund. Vissük ide ma fel, hogy megmarad ez a hely, vagy egyszer belehalunk. Álljunk bele, ha kell, bármi jöjjön is el, legyen szabad a grund. Vissük ide ma fel, hogy megmarad ez a hely, vagy egyszer belehalunk. Álljunk bele, ha kell, bármi jöjjön is el, legyen szabad a grund. Vissük ide ma fel, hogy megmarad ez a hely, vagy egyszer belehalunk. Miért félnénk, miért élnénk, ha nem egy álomért? Miért félnénk, miért élnénk, ha nem egy álomért, álomért? Ünnepségünk végén a szózat csendül fel.
ballagási ünnepségünk véget ért. Vendégeinknek köszönjük megtisztelő jelenlétét. Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik hozzájárultak ünnepségünk méltóságteljes lebonyolításához. Iskolánk pedagógusainak, alkalmazottainak, diákjainak, a technikai feltételeket biztosító diákcsapatnak áldozatos munkáját. Ballagóinknak szép sikereket kívánunk a rájuk váró megmérettetésben, és visszavárjuk őket. Már sehova se rohanok. A
tegnap az álmom a csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap doboz bombon kibontom, ha eljön az ideje. Ez is papírban édes jövő, csoda jó lenne, de ott ragadtam egy százszor visszajátszott pillanatban, ami százegyszer is szép, százegyszer is szép. Ott ragadtam, hiába hívhat bárki, én megmondtam, maradok százegyszer is még, százegyszer is akarom veled ezt még. Nem sokáig várt rám, már sehova se rohanok. Tegnap az álmom a csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap, ha jó, utazni jó, ha eljön az ideje. Ezüst hullámok várnak, horgonyt szedni kellene. De én ott ragadtam egy százszor visszajátszott pillanatban, ami százegyszer is szép,